Nagyon jó kérdés. Annyiból egy kicsit trükkös kérdés, hogy ugye 3 napig van koncert, tehát 3 koncert van pénteken, szombaton és vasárnap, és ugye ennek a 3 napnak különböző energiái vannak, úgyhogy mind a 3 napot meg kell nézni, de kiírogattam, hogy melyik napnak milyen hatása van azinak a képletére. Mutatom. Tehát azért majom napon, bivaly hónapban és kígyó évben született, úgyhogy ezeket az állatjegyeket kell mindig néznünk. Ha a hónapot nézem, a kígyó hónapnál, a majomnak ez vonzás, a bivajnak ez hosszú távú siker, a kígyónak alapozó. Ha a pénteket nézem, a patkány napot, majomnak hosszú távú siker, bivajnak lezárás, kígyónak kockázat. Ha a szombatot nézem, bivaj napot, majomnak hosszú távú siker, bivajnak alapozó, kígyónak sikernap. És ha vasárnapot nézem, a tigris napot, majomnak lejtmenet, bivajnak eltávolító, a kígyónak pedig vonzás. Na most ez mit is jelent? Egyszerű konyha nyelvre lefordítva, az egyik, amit jelent, hogy ez az egész hónap nagyon jó számára, és nagyon sikeres hónapot tud zárni, ami akár hosszú távon is kifizetődő. Tehát, hogy amit most csinál, az nem csak most sikeres, hanem ez később is az lesz. Hogyha nem a hónapot nézzük, hanem a napokat nézzük, akkor igazából úgy foglalnám össze, hogy a legjobb napja az szombaton lesz, aztán a második legjobb az péntek, és a legrosszabb az pedig vasárnap. Ettől függetlenül azért azt kiemelném, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk neki lesz esetleg rossz napja, tehát hogy vasárnap, neki azért ott egy nehezebb napja lesz, mert hogy lejtmenet nap is lesz a magánéletében, eltávolító nap is lesz, szóval, hogy ott lehetnek rosszabb energiák. De amilyen profizmussal működik ez a csávó, szerintem ebből a koncerten senki semmit nem fog észrevenni. Viszont az biztos vagyok benne, hogy aki szombaton megy koncertre, az nagyon jól jár, mert hogy itt egész egyszerűen annyira jó energiák alakulhatnak ki, hogy a mai divatos szóval élve úgymond olyan vibe lesz ott a közönség és azi között, ami nem biztos, hogy bármikor máskor létrejöhet. Úgyhogy szerintem azok jártak a legjobban, akik szombaton mennek. Másodiknak a péntekiek, az egy olyan keveredős nap, tehát hogy ott bármi lehetséges, ott van benne egy kis kockázat, és el tudom képzelni, hogy akár valamiféle balhék is lehetnek nem miatta, vagy nem vele, tehát hogy nem ő balhézik, hanem valakinek nem tetszik ez a koncert, és akkor amiatt balhézni fog. Szombatnak nagyon jó energiája van, a pénteknek egy kicsit neccesebb energiája van, vasárnapra meg szerintem egész egyszerűen elfáradt, tehát hogy azért ez elég sok bárkinek, tehát még akkor is, hogyha profi valaki, még akkor is, hogyha ebből él, még akkor is, hogyha nagyon jól koncertezik, biztos vagyok benne, hogy el tud ebben fáradni, tehát a vasárnap egy kicsit már nehezebb lesz, de ettől függetlenül abban is teljes mértékben biztos vagyok, hogy mind a 3 koncertet olyan profizmussal fogja lehozni, hogy abból, hogy ő éppen hogyan érzi magát, abból mi semmit nem fogunk észrevenni.